Július 1-től új elnök vezeti a győri Rotary munkáját, a hagyományokhoz híven június 30-ával köszönt le a korábbi vezető Tóth Virgil, aki már át is adta az elnöki láncot utódjának. A leköszönő Rotary elnök a Győr Plusznak azt mondta, a járványos időszak elmúltával igencsak sikeres éven van túl a szervezet. Az elmúlt év sajnos az első része még azt lehet elmondani, hogy a Covidról szólt, de azért elég sok programot meg tudtunk valósítani. Sikeres volt a töktusánk, ami ugye arról szól, hogy a rotarisok tököket növesztetnek, és kié lesz a nagyobb. Sikeres volt a hajléktalanítkeztetés, ezek mind hagyományos programok, tehát évek óta folyamatosan szerepelnek a Rotary programjai között. Ugye a hajléktalanítkeztetés az egy jótékonysági szervezés. Megünnepeltük a Rotary alapításának 90 éves évfordulóját. Az is egy nagyon sikeres rendezvény volt, annak a bevételét pedig a Kárpátaljai Magyar Nyelvű Lelkisegélyszolgálat kapta meg. Azt lehet mondani, tehát, hogy véleményem szerint egy sikeres évet zártunk, a világjárvány után a Rotary elkezdett működni, és a későbbiekben reméljük, hogy ez fokozódik, tehát még inkább beindul. Az új elnök eddig titkárként segítette a munkát. Nagy Tamás, aki civilben egyébként vízügyi szakember, folytatná a hagyományokat, de újdonságokra is készül a következő időszakban. A Rotary első embere a tagságot is bővítené. Örülünk annak, hogy véget ért a világjárvány, és jöhetnek az új dolgok, de nyilvánvalóan a hagyományok a régi dolgok megtartása mellett. Az előző évben ünnepeltük a klubunk első alapításának 90 éves évfordulóját, 2023-ban pedig az újraalapítás 30. évfordulóját, tehát a hagyományok, a hagyományoknak a megőrzése mindenképp elengedhetetlen, mind a mellett én szeretnék modern haladó dolgokat is belevinni a történetbe. Szeretnénk tagfejlesztéssel foglalkozni, több jó programot készíteni a meglévő nagyon sok jó programunk mellett, amiket hagyományosan korábbi évekből hasonlóan viszünk majd tovább. A rotarisok gőzerővel készülnek az idei fröccsnapokra, ami igazán nagy durranásnak ígérkezik. A program sorozat bevételét pedig természetesen ezúttal is jótékony célra ajánlják fel. A Rotary Klub Győr zászlóshajó rendezvénye végül is a fröccsnapok. Ez 20 éve kerül megszervezésre. A várossal összefogva ez a 17. fröccsnapok. Idén július 22-23-24-én lesz. 13 faház és rengeteg Rotary Klub, illetve hozzá kapcsolódó civil szervezet kínálja a fröccsöt, és a befolyt bevétel itt is jótékonysági célokra fog hasznosulni. A legfőbb kedvezményezettünk ugye a Kazinci Szép Magyar Beszéd verseny, ez hagyományos az első fröccsnapok óta így van. Július 22 és 24-e között tehát győri Rotary fröccsnapok a belvárosban immár 17. alkalommal. A résztvevők pedig a finom nedűk kóstolásán túl még a Kazinci Szép Magyar Beszéd versenyt is támogathatják.